Igen, tisztelt Barla igazgató úr, Pesti Ágnes igazgatóhelyettes asszony, Várdányi igazgató úr, tanárkollégáim, Szent Imrés diákok, egy szóval kedves barátaim. Igen nagy öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Szent Imre ünnepségen szólhatok hozzátok. 1943 és 48 között voltam a Szent Imre gimnázium diákja, a fiatal Csizmazia Placid első és sajnos utolsó osztályában. Hallgattam Brissis Frigyes igazgatónk utolsó beszédét a gimnázium udvarán, amelyben odamennydörögte a diákoknak, szülőknek és a jelentést készítő besugóknak, hogy mi itt állunk, mi itt várunk, mi itt maradunk. Mikor azonban leültem a számítógép elé, sokat töprengtem azon, mit tudok én nektek mondani, ami titeket is érdekel, és nem csak a 80-as éveiket taposó öreg diák társaimat. Nem akarok nosztalgiázni, nem akarom a régi szép múltat paradicsomá átfesteni. Úgysem hinnétek el, hiszen annál érettebbek vagytok, sok csalódás megérlel titeket. Az én időmben is voltak átlagos ciszterzi tanárok, sőt még egy-két rossz tanár is akadt közöttük. Szóval inkább arról beszélek, mi az, ami a közös, ami dallasi ciszterzi iskolánk, és a mostani, a mai Szent Imre gimnázium között. Ezek a közös vonások mutatják meg, hogy mi az a közös örökség, amelyből mind a két iskola merített, és mind a két iskola tovább fejlesztett. Brissis Frigyes egyszer lelkesedése tetőfokán belekiáltotta a világba. Szent és örök Szent Imre gimnázium. Hát ezt próbálom megragadni. Mi az, ami szent és örök? Mi az, ami időtálló a két iskola szellemi örökségében, ami mindig megújulhat, mindig fiatal maradhat, ha van, aki ápolja a közös örökséget? Nyilván nem minden értéket sorolok itt fel, csak olyanokat, amelyek engem is megragadtak. Négy értékről, négy fontos témáról szólok röviden. Első, ciszterci család. Engem azért irattak be a szüleim ebbe a gimnáziumba, mert azt hallották, hogy itt igazán nagyon közeli a kapcsolat diák és tanár, diák és diák között. Magam ebben csak annyiban csalódtam, hogy a valóság a hírénél is sokkal jobb volt. Mikor a Szent Imre gimnázium első osztálya megindult 1912-ben, már akkor igen meglepte a környék lakóit. Látták, hogy a fehér-fekete ruhás fiatal tanárok és diákjaik együtt sétálnak, együtt mennek haza, és jókedvűen elbeszélgetnek. Akkor ez egészen meglepő újdonság volt, és azt hiszem manapság is talán az, hiszen a legtöbb gyerek ma is örül, hogyha nem látja a tanárt és az iskolát. A meleg családias hangulatot azonban a legjobb tanároknál a gyermek iránti nagy tisztelet egészítette ki. Magna reverencia debetur puero, idézi Brissis a latin mondást. Nagy tisztelet illeti meg a gyermeket. A gyermek nem arra való, hogy a tanár a tudását vitogtassa előtte, vagy egzercíroztassa őt, vagy felgyűlt rossz kedvét ráborítsa, kedvenceit kényeztesse, hanem arra való, hogy tisztelje és így segítse a gyereket, hogy a gyerek le tudja győzni hibáit és egyéniségét kibontakoztathassa. Zsigmond Lóránt azonban, a mi novicius mesterünk, ennél is többre nevelte a jövő ciszterci tanárait. József jobban szerette Jézus mondta, mint a vérbeli gyermeke lett volna. Ezért nekünk tanároknak is jobban kell szeretnünk diákjainkat, mint a saját gyermekeink lennének. De nem magunknak neveljük őket, hanem az életnek és végső fokon Istennek. Második fontos vonás, tisztelet minden igazság iránt. Tanáraink tudták, hogy mindaz, ami igazság és valóság Istentől jön, Istenhez vezet, és Isten tükrözi.
Legjobb tanáraink ezért olyan tisztelettel és odaadással nyúltak a szaktárgyaikhoz, mint a hittan tanítanának. Ez a tisztelet átsugárzott legjobb diákjaikra is, és sok kiváló szakembert és néhány tudóst is útjára indított. Hadaris Vendel, a későbbi Endrédi apát, fizika óráján történt. Egy sikeres kísérlet után a tanár rámosolyog diákjaira. Gyerekek, látjátok, az anyag tudja a törvényt, és engedelmeskedik. Nem folytatta apologetikai eszmefutását. De a gyermek megérezte, hogy tanáruk számára a természeten átszűrődik az isteni értelem fénye. Endrédi Vendel hite annyira átvilágította az anyagi világot, hogy így fejezi be börtönéveinek leírását. Idézek. A fizikusok kiszámították, annyi fény energia van egy deka szemétben, hogy az fölszabadítva Budapestet, a milliós várost egy egész esztendeig lehetne belőle fűteni és világítani. A második teát, amit megállapítok, hogy minden szemét, ringy-rongy ember is lehet fény, örök fény, ha egyszer rásüt az Isten napja, és fölszabadítja a gonoszsága borzalmas terheitől. Ezért nem tudok én haragudni senkire, bántóim, kínzóim közül, senki gonosz emberre. Szeretek értük imádkozni, úgy szívből, igazán, hogy megtérjenek, jó emberekké legyenek. Ez a magatartás tartotta meg a normalitását, az egészségét, lelki egészségét Vendel apát úrnak a hét, a kemény, megkínzó esztendő között, illetve alatt. Harmadik, hit és tudás, vallás és kultúra szintézise. A legtöbb tanárunknál nem végig gondolt, világosan megértett és kifejezett szintézisről volt szó, hanem inkább látásmódról, természetesnek vett harmóniáról. A legjobb tanáraink saját megélt tapasztalataikat adták át, amikor megmutatták nekünk, hogy műveltségük növekedése és mélyítése mennyire segítette őket a hit jobb megértéséhez is. Ébredező elménknek ez nagyon fontos volt. Tudnék, az egyre agresszíve ateista propaganda gépezet nyomása alatt álltunk. Ha sok mindent nem is értettünk, azt láttuk, hogy tanáraink jóval okosabbak és műveltebbek, mint a marxista ideológusok. Láttuk tehát, hogy az igazi tudás a hitnek nem árt, sőt kedvez. Ez a nyugodt, nyitott magatartás, főleg a természettudományokkal és a Biblia történeti kritikájával szemben többünknek életre szóló útra valót jelentett. Végül negyedik vonás, magyarság, európaiság és emberség. Az ország megsonkítása és a kommun nemzeti érzés megvető internacionalizmusa után, akárcsak ma is, a szocialista rendszer bukása után, a nemzeti érzés sokaknál átcsapott harcos nacionalizmusba, amely bálványozta mindazt, ami magyar, és megvetette az országunkat szétdaraboló szomszédokat és a Trianont ránk erőszakoló antant államokat. És nőtt a végzetes barátság a náci Németországgal és a fasiszta Olaszországgal. A mi iskolánkban a magyar nyelvet és kultúrát megtanultam mélyen szeretni, de tanáraink soha nem állították párhuzamba az Istenben és a hazában való hitet. Európai magyarok voltak, akik a magyar kultúrát európai távlatban értékelték. Ez az iskola segített abban is, hogy kivetkőzzem az antiszemitizmusból, és később megértsem, hogyha nem jutok el a magyar nyelven és kultúrán keresztül az egyetemes emberi értékekhez, akkor a nemzeti érzésem csak korcsát tesz. Csak magyar voltomban és azon keresztül lehetek teljes ember. De ha megrekedek abban, hogy magyar voltomat töményezem, soha teljes ember nem lehetek. Nem fogom soha elfelejteni azt a történetet, amikor a jól emlékszem Pataki tanár úr
holtsápadtal megölelte zsidó tanítványát, mielőtt a terrorlegények a nyilas rémuralom utolsó napjaiban elhurcolták. Végül hadd említsen meg azokat az éveket, amelyek az iskolák államosítása és a rendek szétszóratása utáni években vártak a rendre. Csodálatos módon a ciszterciek közül sokan akkor mutatták meg igazi nagyságukat. Miután az iskolát elvették tőle, Brissics Frigyes, az országos hírű szónok és tudós a maga magányában így imádkozik. Taníts meg vigasztalást nem keresni, de téged mindig és nagyon várni. Taníts meg egyedül, anyátlanul, apátlanul, testvértelenül, a gondolat és az eszme szolgálatától megfosztottan meredni, de téged és dicsőségedet mindig látni. Taníts meg így is, mindent elveszítve, soha semmit sem kérni, és minden szegénységünket és árvaságunkat odaadni, de benned mindent megtalálni. Taníts meg minden sebet eltakarni, egyetlen könnyet el nem sírni, egyetlen gyermekarcot nem elfelejteni, minden könnyre visszatekinteni, minden csalódásunkat és bánatunkat benned eltemetni. Senkit meg nem átkozni, és mindenkiért a te megbocsátó nagy imádságoddal imádkozni. Taníts meg arra, hogyan kell akkor, mikor lemegy a nap, és kezdődik az alkony, és az elhagyatottság körülöttünk, mikor kezd bennünket elfelejteni minden emlékezés a világon, és amikor talán a szívek és lelkek terhe leszünk, akkor tudjunk hűségesek lenni, és megmaradt emberségünk utolsó szép sugarával töviskoszorús fejedre hajolni, és téged, mindig csak téged szeretni és megdicsőíteni. Brissics Frigyes nem zárták börtönbe, ahhoz túlságosan híres irodalomtudós volt. De több mint 40 helytársát igen. És amint jól tudjátok, apátúrunkat, helyettesét, Zsigmond Lórántot és másokat meg is kínoztak. Brenner János Anasztászt és valószínűleg Debreceni Szixtus is a rendszer gyilkolta meg. Mi zirci, dallasi ciszterciek tudjuk, hogy a rend magyar mártírjainak szenvedéséből élünk, mivel életük és haláluk Jézusban, Jézussal egyesülve termékenyé vált. A 13 fiatal cisztercit és mostani első amerikai apátunkat ők imádkozták ki az Úristennél. És azt hiszem, hogy a Szent Imre gimnázium új virágzását, azt a tényt, hogy vezetése, lelkülete olyan mélyen a ciszterci hagyományokban gyökerezik, azt is az ő imádságuknak köszönhetjük, legalábbis részben. Azt is remélem, hogy a magyar ciszterci rendi közösség is fel fog virágozni. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Ez jut eszembe sokszor, amikor Zircre gondolok. Kedves fiatal barátaim, mai Szent Imrés diákok, halljátok meg a Krisztus hívását. Adjátok oda életeteket az Úristennek, az imádságnak és az ifjúság szolgálatának. Mert nagylelkű világiakon kívül szükség van papokra, ciszterci papokra és ciszterci paptanárokra, akik közvetítik Krisztus megbocsátó irgalmát, akik Krisztust, a feláldozott és megdicsőült Krisztust lehozzák az oltára, hogy szívetekbe zárhassátok. Higgyétek el, ennél boldogabb, ennél teljesebb hivatás nincs ezen a földön. Ezekkel a gondolatokkal adom át nektek a Ciszterci Arcképek című könyvet, amelyben kiváló ciszterciek lelki portréit gyűjtöttem össze rendtársaik és barátjaik tollából. Még egyszer hálásan köszönöm, hogy szólhattam hozzátok. Isten veletek!